Szeretnék egy jó hírről beszámolni, ezért választottuk ki a mai sajtótájékoztatónak a nyugati pályaudvar indulási állomását, peronjait a mostani sajtótájékoztatónak, hiszen egy fontos és az Európai Parlamentben néhány héttel ezelőtt meghozott döntésről fogok beszámolni, egyfajta karácsonyi ajándékról a magyar fiatalok számára. Hiszen, ahogy önök is beszámoltak róla, az elmúlt években komoly vita volt arról a kezdeményezésről, amit én karoltam fel Brüsszelben. Két német civil aktivista tette egy javaslatot néhány évvel ezelőtt, hogy az európai fiatalok az európai kultúrát jobban megismerő mozgalmát indítsuk el, adjunk lehetőséget az európai 18 éves fiataloknak arra, hogy utazhassanak más országokba, új barátokra lejjenek szert, megismerjék az Európai Unió összes tagállamát. Egy hasonló programot indítsunk, mint amilyen az Erasmus program az oktatási intézményrendszerekben. Úgy indítsunk egy új programot, ahogy én fordítom le, egy Szabad Európa kártyát adjunk minden 18 éves fiatalnak, amellyel ingyenes, több hetes Interrail bérlethez jut, ezzel utazhat ingyen Európa különböző országaiba. Nagyon sok ellenlábasa volt a kezdeményezésnek, sokan hitetlenkedve hallgatták, mégis most arról a jó hírről számolhatok be, hogy a tavalyi tesztév után a következő évben már 12 millió euró áll rendelkezésre ennek a programnak a kiterjesztésére. 12 millió euró, ami azt jelenti, hogy sok tízezer európai fiatal 2018-ban már ingyen utazhat, és ezzel azt az álmot, amit évek óta próbálunk valósággá változtatni, ezt az álmot végre a következő években magyar fiatalok több ezrei is megélhetik. Szeretném felszólítani a magyar kormányzatot innen a nyugati pályaudvarról, hogy csatlakozzon ehhez az Európai Uniós programhoz. Csatlakozzon mégpedig kétféleképpen. Magyarország legyen az első olyan ország, amely programot, kampányt hirdet az európai fiataloknak, hogy az ingyenes Interrail bérletekkel jöjjenek hozzánk Magyarországra. Lejjenek itt barátokat, ismerjék meg kultúránkat, és mutassák meg a magyar fiataloknak, hogy sokkal fontosabb mindannyiunk számára az európai összetartozás, mint sem az állandó kardoskodás Brüsszellel, Berlinnel, Párizzsal, vagy bármely más európai nemzettel. És felszólítom a magyar kormányt, hogy a következő években a költségvetésében jelöljön meg egy olyan büdzsét, egy olyan pénzeszközt, amely alkalmas arra, hogy magyar fiatalok sokaságának az európai programon túl menőleg is biztosítsuk ugyanezt a lehetőséget. Hiszen ez a mostani 12 millió euró, ez arra lesz egyelőre elég, hogy sok ezer magyar fiatal az Európai Uniótól megkaphatja ezt a lehetőséget. De csak egy gyors fejszámolással hadd jelezzem önöknek, hogyha minden magyar 18 évesnek akarnánk egy ilyen ingyenes európai, Szabad Európa kártyát biztosítani, az mindössze 9 milliárd forintba kerülne. Többre fordítunk másodosztályú foci csapatok támogatására, sokkal többet stadionépítésre, de sokkal többet fordított ez a kormány a Soros elleni plakátkampányra, a nemzeti konzultációra, mindarra, ami minket távolít Európától, mint sem, hogy közelebb hozna. Ez a mozgalom elindul az Európai Unió térségében. Ez a mozgalom egy nagy siker, hiszen ellen lépés az összes olyan populistával szembe, akik egymást akarják ugrasztani az európai népeket. Emögött a mozgalom mögött egészen biztos, hogy a turizmus szakma is, az oktatási intézmények is, és a közlekedési szakma is fel fog sorakozni. Így aztán nem kérhetünk mást 18-ra a magyar kormánytól, mint hogy a kormányzat csatlakozzon úgy ehhez a programhoz, hogy akár biztosítsa ezt a 9 milliárd forintot, hogy minden magyar fiatal, aki tudna, aki szeretne, utazhasson ingyen Európába, legyenek új barátaik, ismerje meg más nemzetek kultúráját, az európai összetartozás eszméjét. Erről a jó hírről szerettem volna beszámolni, mint ennek a kezdeményezésnek az első számú politikai koordinátora az Európai Parlamentben. A kezdetektől én voltam az, aki pilot programként és költségvetési módosítójavaslatként is támogattam ennek a két német fiatalembernek a
javaslatát, így aztán büszkén mondhatom, hogy ez a program elindul, de én azt szeretném, hogyha ez nem csak német, francia vagy szlovák és román fiataloknak adna lehetőséget, hanem sok-sok magyar 18 évesnek.